Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok. Pár elmaradt stream után, maradjunk annyiba. Úgyhogy ma végre megnézzük a Resident Evil Village-et. Ugyanis kértétek, hogy nézzük meg a Resident Evil Village-et. Hát nem tudom. Meglátjuk. Azért ez nem feltétlenül az a stílus, amit én szoktam játszani, de hát majd kiderül. Alapvetően egyébként szerintem minden Resident Evil egy puzzle game, szóval annyira nem fog tőlem messze állni, csak a körítés, amiben bele van téve, az hát, na mindegy, meglátjuk. Ijedős annyira nem vagyok, vagy legalábbis nem szoktam mutatni, de hát ki tudja. Ezt nem lehet tudni. Jó, úgyhogy ma ti kértétek rovatunk, következő epizódja, mégpedig a Resident Evil Village következik. Nézzük is meg, én azt mondom. Hát talán. Miért nem full screenbe indul el? De ez most... Elképesztő, mi történik itt. Full screen. Létszi. Okay. Where to start? Sziasztok, jó estét, kedves Kambli. My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. Ebbe indult el Kambli. What was left of them wasn't human. És nem kérdezte. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn.
I fought the fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. It's all over now. Okay. Na hát, ha most sikerül beállítanunk. Control type. Érdekes, és se tudja eltalálni, hogy amúgy nem Xbox controller van a kezembe, de nem baj. Oké. Ez biztos jó. Tuti, hogy jó. Aim assist on egyértelmű. Na kíváncsi vagyok a hádra. Hogy látszik-e a hádtól a game. Ez vagány. Na, és ez hogy jött ki? Ó, Istenem. Na mindegy. Ó. De akkor... Na, várjatok. Átállok már így. Image quality 1. 1.1. Ez nem tudom... Legyen 1. Én azt mondom. Mi történt? Ó, komolyan mondom. Várjátok csak a presetben mi van. Adat B után? Aha, hát azt gondolom. Na, nézzük meg ezt. Csak azért is. Aztán lehet, hogy majd mindjárt visszaállítjuk, csak... Hát egy kis chroma aberráció legyen rajta, mert az jól néz ki. Jó, izét láttatok? Mi az a undorító dolog, amit sose értettem, hogy miért tesznek rá a... Na mindegy. Jó, okés. Szerintem ez így rendben is lesz.
De majd meglátjuk. Motion blur, azaz, igen, igen. Ja, ez, igen. Tehát én nem tanultam ilyet, nem is mindet értem teljesen, hogy hogy működik, meg miért működik, de valóban kell hozzá egy fél diploma, hogy megértsd. Jó, ezt majd beállítjuk. Language marad. Ez nem tudom mi. Oké. Motion blur. Igen, én se láttam. Remélem nincs is. De ha lesz, akkor majd megkeressük, azt kikapcsoljuk. Jó, na még egy dolgot. Na. Kezdjük. Erre most nem leszek büszke. Na, lássuk. Kontrollerre játszok, már csak azért is. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Okay. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Oh. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Yeah, tiszta Tim Burton. Igen. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Elaludt vagy nem? The store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind, I'm sorry. But I'm not paranoid, I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Okay. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember. I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Hát jó. Nem tudom, hova kell menni.
Elég vagány kecó. Oké. Hát fölmegyünk. Hogy mi? They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Oké. Ez melyik a gyerekszoba? Almost there, honey. Akkor gondolom ez. Hát... Ja nem, mert még velünk valszik, oké. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Oké. Kicsit körülnézünk már. Ó. Hát ez micsoda? Ja, ez a záró jelentés a születésnek, vagy szülésnek, vagy hogy mondják ezt? Ja. Egészségesen született. Már hogy minden rendben volt. Gondolom ők is kiírták Facebookra, hogy hány centivel és hány kilóval született, mint ahogy az kötelező is. Rose is fine. Na lássuk. Február 6-án megint veszekedtünk. Ez szomorú. Megemlítettem neki, mi történt 3 évvel ezelőtt, és teljesen kicsattant. Végre letelepettünk Európában. Oké. De úgy érzem, hogy egy részem Louisianába maradt. 7 kiló sok egy újszülöttnek? Hát nem kevés, az biztos. Igen, tudom, hogy Mia nem szeret róla beszélni, de el tudunk mindent felejteni és úgy tenni, mintha meg se történt volna. Hát igen, ez egy jó kérdés. Vagy esetleg nézzünk szembe a dolgokkal. Tehát beszélni kéne róla, mondjuk. Tartozunk a lányunknak ennyivel. Oké. Na mindegy, szóval még nem beszélték meg ezt a dolgot teljesen. Nincsenek túl rajta. Itt vannak a képek, amikor terhes volt, meg amikor már bement a szülésre. Hát nem tudom, hogy szülés előtt mindenki így mosolyog-e. Ő így mosolygott, maradjunk annyiba. Oké, és akkor itt van a születés. És pár ilyen családi fotó. Bárcsak örökre így maradhatna. Hát igen. Jó. It's not paranoia if they're really out to get you. Mi volt? Heavy firearms manual. Oké. Tehát van egy könyvünk az ilyen fegyverekről. Rose kedvenc játéka. Hát, én ezt majomnak mondanám, de... Ezt néha nehéz megmondani ilyen gyerekjátékoknál. Oké. Ez a holnapi gúnyája. Hm.
Ez a ruhás szekrény. Jó. Ha itt nincs fájás, akkor mosolyoghat is. Hát igen, ez kétségtelen. Ó. Nagyon ismerős ez a minta valahonnan. Oké, és... Ah, itt a budi. Hát igen, egy cucc az van. Aha, tehát szigorú dózisom van a eset óta. A tükör így sem működik. Jó, menjünk tovább. Ó, ez ilyen lomos lomkamra. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Hát igen, erre mondjuk nem ártana rendet rakni, az kétségtelen. Dolvi gas incident. Valamilyen gázszivárgás volt. Ja, ez a ez a louisianai eset. Oké. Tehát valamilyen természetes gáz okozta. Érdekes. Oké. Legalább 10 év, mire újra lakható lesz a környék. Everyone's forgotten about this already. Hát igen. Jó. Oké, tehát ilyen kelet-európai várak és kastélyokról szóló könyv. Why do I even keep this around? I should get rid of it someday. LCS. Mondom, ami foci csapat Louisianába. Jó, menjünk vissza. Nézzünk szét itt lent is. Szeretem ezeket az üres fiókokat. Oh, hello Rainbow Warrior, így van. Román kisfalú szimulátor, így van. Majd esetleg, hogyha valami nem túl accurate, akkor nyugodtan szólj. Ha jól tudom, te jobban ismerheted ezeket. Még a nappaliba körülnézünk. Ó! Oh. Oké, tehát az előbb is itt voltunk. Vibes. Ja, babának segtörlő. Oké. Igen, ezek a LSD trip mesék. Más nincs is a tévébe. Oké. Zongorázni nem tudom most. Jó, hát gondolom ez az elején ez azért van, hogy így a mechanikákat meg lehet tanulni, nem mintha olyan atom bonyolult lenne. What a miracle. Ez lehet, hogy a román tengerpart már. Oké. Three years ago,
I couldn't even imagine something like this would happen. Mom got you another new book? Hát lehet, hogy egy kicsit még korai az ABC, de ugye meg nem romlik a könyv, szóval meg gondolom azért pár év alatt az nem fog változni. Ha csak nem költöznek esetleg tovább Szerbiába, mert akkor... Na mindegy. Oké. És ha jól látom, mintha ez töltött káposzta lenne. Vagy valami olyasmi. Oké. Is she okay? Sleeping like a... well, like a baby. Mmm, that smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Mm. Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! Mia, oh God. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Okay. Go on, move. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. Package. I said, get your hands off her! Ethan, no. Rose. Get him out. Na remek. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Hmm. Ó, segít Adri, nincs ezzel semmi gond. Ezek a indokolatlan loading screenek. Na mindegy.
Oké. Hát ők sincsenek jó bőrben, az az igazság. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Hát te hívtál fel. What the hell happened to you? Okay. Eliminate target, recover body. Oké. Okay. Tehát az asszony meg kellett ölni. Ölniük, pontosabban. És a kislányt, illetve minket pedig hát elrabolni. Oké. Okay. Jó. It's useless. Okay. Jó. Az látszik, hogy hideg van, meg kurva sötét. Jó. Hát... Gyerünk tovább. Itt látok én nyomokat. Hello, Sheriff. Hello, nem Ninja Yoda. Sziasztok. Remélem, kiugrik elém valamire, hogy rohadt nagy medve. Teljesen jó volt az az integetés, nem Ninja Yoda, de nem tudom, mire gondolsz. Egy véres talicska. Nagyon jó. Egy kibelezett holló. Vagy varjú. Ez ugye... Ebből nem derül ki. Mi a... Van itt. Nem szimpatikus környék? Hát ez valami Románia belseje. Hát most mit mondjak? Kelet-Európa veszélyes környék. Disznól az megvan.
Nincs víz. Oké. Szerintem van itt valaki. Halló? Na, a fokhagyma az mindenképp kell. Halló? Oké. Okay. Egy kép valakiről. Nem tudom, ez ki lehet. Na mindegy. És ha nem nyitom ki, akkor mi van? Én csak simán tovább megyek, és kész. Szerintem valaki van mögöttem, nem? Minden oké. Okay. Minden oké. Okay. Kimegyünk, megnézzük, mi történt. Most hogy? Ja, átkúszik alatta, oké. What did all this? Oké. Ja, itt jöttünk be. Igen. Ja. Jó, akkor menjünk itt ki. Ha már adódott a lehetőség. Mondjuk legalább már nappal van. Vagy hát így hajnalodik. Oké. Egy szép kis falu. Oké. Na hát, gyerünk. Ilyen Dracula kastély? Hát igen.
Vladot? Melyiket? Oké. Na hát ez egy falu, nézzünk be ide. Ó, valaki elszórta a tojásokat. Ez nagyon szomorú. Halló? Maybe they're out. Igen, és így hagytak mindent. Oké, na itt van a falon a szentkép. Hiányoltad, Rainbow Warrior. Oké. An easy to pick lock, de azt még gondolom nem tudjuk. Ja, gondolom felajánlaná, ha lehetne. Do not enter. Ezek a románok milyen jól tudnak angolul. És itt van egy lakat. Jó, hát... Oké. Akkor arra nem megyünk. Szófogadók leszünk. Hát, gondolom ez is itt zárva van. Igen. Hát, eléggé le van pukkanva ez a falu. Azért ezt meg kell hagyni. Minden tiszta vér. Mi a fene történik itt? Azt kérdezi. Szeretem az ilyen kinyitható szekrényeket, amiben nincs semmi. A Last of Us-ba ettől kaptam agyvérzést. Hogy a fiókok szerintem 3/4 éve semmi nincs. Ó, értem, Rainbow Warrior. Ó, foglalt, bocsánat. Akkor nem zargatjuk. Ah, és ilyen kis székelykapu. De vagány. Jó, hát tényleg nem tudom, hogy mennyire tudnak angolul, mert én főleg magyar lakta részeken voltam kirándulni, szóval nem nagyon kellett angolul beszélni. Oké, itt kezdtünk. Itt van egy fölborult autó. Mindegy, erre sem nagyon lehet jönni, úgyhogy akkor erre jövünk. Itt egy traki. Hát szerintem ilyen traktort még én is vezettem középiskolában. What happened? Graveyard Workshop Ceremony Site.
Ez egy kecske fej. Oké. Erre nem tudunk jönni. Ez egy lovas kocsi. Úgyhogy akkor nem is erre jövünk, hanem erre tovább. De itt valami nagyon csúnya dolog történt. Zárva van. Nem megyek ki. Egy kés. Hát reméljük nem fog kelleni, de gyanítom, hogy valamiért ezt felvettük most. Nem ok nélkül. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Take each other. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Jó, és mire lövünk? Hey, are you listening? Hey! What the? Hát Józsi bácsi elment. Baszki. Jól vagy? Nem, nincs jó. Jesus Christ! What the hell is wrong with this place? Bolt cutters.
key item. Oké, okay, ez a reload, és akkor itt az inventory. Oké, okay. Vannak itemek, crafting, hála az égnek. Oké, okay. Pár ilyen kulcs item, treasure. Oké. Okay. Jó, rendben van. Hát igen, ez valamilyen fura szerzet volt, és el is tűnt. Hát igen, a skulu az majd biztos fog kelleni. És ebben a játékban ez általában nagyon kevés van. Oké, okay, valami vegyszer volt. Ó, és egy kis csalán. Nagyon jó. Oké, okay, gondolom ezzel majd tudunk craftolni healt. Így van. Oké. Okay. Tehát craftoltunk egy healt. Jó, menjünk tovább. Itt nincs semmi. Kukákat nem húzták ki. Jó, na, azt keresem, hogy merre kéne tovább menni. Mert erre biztosan nem. Lehet, hogy ez itt nyitva van. Ja, le tudom vágni. Igen. Megették a bográcsost, így van. Szemetek. Oké. Okay. Jó. Van kis patak, bár ez arra fel nem olyan ritka. Nincs adás. Kossuth rádió? Nem lehet befogni? Felejtje meg. Oh. You can barricade doorways with shelves. De most ezt miért csináltam? Hát akkor... oké. Valahogy ki kéne jutni innen. Most...
felvettem 250 lejt. Az még egy busz jegyre már elég, nem? Over. Hello. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors? Hmm. Okay. Na. Akkor menjünk tovább. Louisa házába kellene tovább menni. Igen, itt most kidőlt ez a kapu. Mindenhol ott vannak. Opa. Ez liszt. Lőpór. Survive the attack. Ez egy nagyon practical advice. Okay. Szevasz. Nincsebb lőszer. There's no end to them. 160 lej. Tehát végtelenül... Basszus, nincs lőszerünk. Akkor marad a bökő. Ez így nem oké. Hűha! Ez mondjuk most már így... Lelocsoltunk magunkat házi pálinkával. Mindenhonnan jönnek? Na most ezt elhúzom már. Lehet, hogy kicsit késő, de... Ez mi a... Legalább lesz egy csomó pénzünk. Nato tipli. Ó, oh, itt van lőszer. Shit.
Ó, oh, betörtek. Na jó. Tipli most már tényleg. Ez nem vezet semmire. Shit. Érdekesek ezek a helyiek. Az igen. Ő a polgármester? Na. Gondolom kezdődik a mise. Azért szaladnak. Nem, Kambli, ma nem az van. Holnap lesz Eldarin. Oh. Wait, wait. Oké. Okay. És akkor most itt gondolom körbe lehet járni megint a falut. Bár nem mintha szerintem itt lenne még bármi is. Ja. Igen, 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 ezeket jártuk végig. Igen, zárva van. Igen, és erre kell tovább menni. Robbanó hordó. Nincs lőszerünk. Igen, craftoltam healt. Mondjuk az ilyen ráöntős volt, nem pedig betekerős, de mindegy. Csókolom. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? You, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose! Yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Okay. Legalább tudjuk, hogy Rose itt van. Ez mindenképp egy jó hír. Eléggé rébuszokba beszélt a nagyi, szóval
nem igen érteni. De semmi gond. Na, mi ez a hely? Na, tessék, itt vannak a szentképek. Hát igen, itt valami... A fokhagyma az van. Rendesen. Szerintem még nem tudunk lockpickelni, vagy picklockolni, majd lehet, hogy később. Oké, menjünk tovább. Van térkép. Oké. Jó, gondolom erre jöttünk végig, és akkor itt vagyunk most. Jó, ez lehet a főtér. Gondolom. Castle Dimitrescu. Hát, ha jól mondom. Ceremony site. Nézzünk szét. Ó, itt a lovacskocsi másik fele. Tudjátok, ami ott el volt, eltorlaszolt az utat. Itt van egy kapu, ami zárva van. Ide kell egy kurbli, hogy fel tudjuk húzni. Na, majd keresünk egyet. Lehet a mod craftolni? Igen, itt. Oh. Ez hasznos, be is töltjük. Ez zárva van. Jó, ide keresnünk kéne majd egy kurblit. Tehát ez ilyen kecske áldozó hely. Oké. Azt mondod, Rainbow Warrior, hogy ez nem túl biztonságos? Hát, én megmondom őszintén, én nem értek a fegyverekhez, de nekem is egy kicsit gyanús. Traktor darabokat beletölteni egy pisztolyba, majd azt elsütni, nem a legokosabb dolog. Ide is kell majd kulcs. Tehát ez a kapuhoz kell majd valamilyen kulcs. Castle, mi? Nem bírtam elolvasni. Jó. Tehát ott lehet majd tovább menni a kastélyhoz. Halló? Ez ilyen templom, gondolom. Maiden Crest. Ó, lehet, hogy ez egy ilyen key item. Szerintem ez lesz az egyik, amit be kell majd tenni abba a lyukba. Ó, már nézzétek már meg. 1470 lejünk van, most nézem ott fönt. Hát azért már na. Még az fogalmam sincs, hogy mennyi. Majd mindjárt leírjátok, hogy egy lej az hány forint. Oké. Jó, ez egy térkép Luizához.
Tehát 1470 lej, az 110.000 forint. Tehát én most itt, hogy lootolgattam, összeszedtem 110.000 forintot. Vagy hát 110.000 forintnyi lejt. Az vagány. Ezt miért nem lehet elrakni, mondjuk? Na mindegy, előbb-utóbb csak oda találunk. Itt tudunk menteni. Nagyon vagány ez a írógép. És 1500 lej, kb. A minimálbér Romániában. Oké. Merre is vagyunk? Ez a hátsó bejárat. Hát, szerintem erre nem tudunk menni. Ide is kéne egy kurbli. Ja. Szerintem ez zárva lesz, de megnézzük. Igen. Ja, ehhez még nincs kulcsunk, úgyhogy akkor megyünk tovább. Lőpor. Arra menni. Lehet, hogy kell. Shotgun ammo. Nagyon jó. Bankszámla. Hát ne viccelj már. És itt nem tudok átmenni. Hát akkor csak arra kell mennünk. Megpróbáljuk itt. Itt sütyiba. Tehát igyekszem, de tudod, ez olyan, hogy itt azért bármi lehet. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sending ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him.
He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here, be quiet. Don't move until I get those gates open. Okay, van a kaput kéne kinyitni. Hát, elég szarú köhögsz. Nem baj. Okay. Még mindig nincs kurblink. Lehet, hogy ezt korábban kellett volna fölvenni. Na mindegy, most már. Lehet, hogy visszább volt. Két doboz piros priluki, igen az. De milyen szépen le van csempézve. Csempézve, hát gondolom az ilyen PVC. Jó, na, menjünk tovább. Azért hiába kinti budi, azért ne csak úgy oda legyen már téve. Ez amarról van zárva. Ez is kulcs kell. És ott van benne a másik crest. Vagy ez a kis akármicsoda. Kinyitjuk. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. You're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Hát, okay. Just. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. Miran, okay. You're not from this village. Nem. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. Julian. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Okay. Wait here. I'll check on the others. Louisa. Megint betörtek, elvitték a, hát, állatokat. Csirkéket vagy disznót, nem tudom. Ha ilyen szinten lopnak, akkor nem fogjuk kihúzni a telet. Ernest sincs meg. Vajon Miranda anya elhagyott minket?
Hát figyelj, megnézhetem, hogy kicsit autentikusabb tud-e lenni. Ah, de itt menet közben nem. Mondom, megnézem, hogy van-e románul, de nem mindegy. Majd gondolom, ha kilépek a menübe, akkor lehet. Mindjárt csak megnézem itt a képeket. Egy remek kis falu. Oké. Kicsit le van pukkonva ez a ház, nem gondolod? Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Right, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan. Látom. Take a seat. Minden rendben van. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid? A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. Mm. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Az biztos segít. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Hmm. Now, the tea should be ready. Ezek katolikusok vagy? Please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean a hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. Mm-hmm. Doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Father! Elena, no, stay back! No, let me go! Okay. Deeply. Menni kéne. Oh my God.
sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. We gotta get out of here. Jó. Keresünk egy kiútat, mert igencsak ég ez a ház, amiben vagyunk, és az az óbudai álmos könyvek szerint nem jelent jót. Oké. Minden játékfejlesztőnek üzenem, hogy gyűlölöm az öres fiókokat. Az micsoda? 500 lei. Az vagány. Ó! Oh. Egy boros pince. És kuló? Miért ne? Akár csinálhatnánk zakuszkát is. Itt a szeszfőz, de ó, annyira... Minden a helyén van. Track key. Ez az. Jó, de most mit vizsgáljak ezen? Jó, rendben van. Egy csavarhúzó. Jó, nem tudtam, hogy mit kell rajta ennyire nézni. Ez micsoda? Vedd ki a csavarhúzót a kocsikulcsból, hogyha kell. Jó. Kék, félig megivott kék szesz? Na, akkor ez a... Damn, the fire's moving fast. Hát, akkor haladjunk, nem? Még itt körülnézek azért, de... Igen, tipli. What are you thinking? Step back. Na, mire gondolhatok? Vajon mi lehet a terv, kedves barátom? Kimegy, simán kimegy. De miért nem megy ki a garázs ajtón? Let me back up again. The fire. There isn't any time. Nowhere to go but up. Grab on. Hurry. Hát akkor a kocsihez besült. Let's move. Menjünk föl, mert arra a tűz nem terjed. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. És ne vegyél levegőt. Tehát ez pure science. Gyerünk. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Okay. Come on. It'll hold.
Ott az ablak. There. That's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Akkor égünk meg itt. Nekem úgy is jó. Mindegy. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Why is everyone dying on me? This is just too much. Rip. Jó, hát szomorú. Place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit. Jó, hát Sherit Adri lesz itt még sok happy moment, ezt ebben én biztos vagyok. Jó, nyissuk ki ezt a valamit. Még próbáljuk meg a csavarhúzóval. És ez pedig a Demon Crest. Oké, és akkor most már ki tudjuk nyitni a... Hogy mi? Ő volt Miranda. Ó, 200 lej. Megnézzük most már erre is, hogy mi van. Hát, ha itt már nincsenek ilyen szörnyek. Itt egy traki. Lőpor. Ez micsoda? Ja, scrap. Rozsdás vacak. Fölvesszük, mert jól jöhet. Oké, na, menjünk. És próbáljuk meg kinyitni a kaput a kastély fele. Death. Yes. Death has visited them all. Ide még gondolom továbbra se tudunk bejönni. Nem, nem tudunk. Jó, hát mindegy. Igen, a szárazon kell tartani. Az a legfontosabb. A lőpor kapcsán.
Oké, és akkor most már ezeket be tudjuk ide tenni. Ide a Demon. Oda pedig a Maiden. És mehetünk is. Nothing but blood and death. Huh? Azért betöltöm. Biztos, ami biztos. Hát Szeszko az itt is van, meg piros alma. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough, huh? Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you. Me, oh. Scrap armor, így van. Becsomagolt minket. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to House Demetresk, my daughters and I will deliver to you the finest. Micsoda társaság. Brother, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Heisenberg. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to Oh, keep growing! One day your head might actually fit your ego! Fight! Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have. Ethan Winters. Get ready. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five, four, three,
two, one, showtime! Futás? Jesus Christ! That's right. Run for your life. Futunk. Na, megint megjött ez a nagy medve. Élünk. Too close. Wait, do those freaks have Rose? Élünk. Okay. Valahogy túléltük. Menjünk akkor, amerre tudunk. Ó, és akkor ide jutottunk vissza. Igen. Na, most már megnézzük, mi ez. Aha. Oké, valami ajtó. Viszont a fegyverünk megvan, annak örülök. I've been waiting for you, Mr. Winter. Oh. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Oh. Oh. Forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. That van egy kis kolbász is, meg minden. Na well nézzük. Then, feel free to peruse. Okay. Please do take a look at my new stock. És akkor itt tudunk vásárolni. Supplies. Ah, és erre tudjuk a lejt elkölteni akkor. Jó drága, mi ez? You don't quite have the cash on hand.
Csak KP-t fogad el. Igen, extra baggage increases the number of item slots. Ez később biztos nagyon jó lesz. Oké. Tudunk venni shotgun ammo recipe-t. Tehát akkor ez a, hogy tudjunk craftolni. Akna. Tudunk aknát is majd craftolni. First aid. Jó, ez a heal. Handgun ammo. Shotgun ammo. A extended mag. Tehát ilyen nagy kapacitású. Szép kártyát. Hát igen, mondjuk. Most azon sincs éppen semmi. Hair trigger. Ja, ez a fire rate-et növeli. Oké, a shotgunon. Ezek meg nincsenek készleten, mert ilyenünk van. Mondom szerintem azért. Ja, és ennyi a supplies. Gunsmithy. Oké, és akkor itt van az upgrade, tehát itt tudjuk upgrade-elni a fegyvereinket. Vagy javítani rajtuk. Oké, és power, rate of fire, reload speed, ammo capacity. És ugyanez megvan a shotgunra is. Jó, tehát itt tudunk upgrade-elni. This is all an investment, even. The Duke's Purse. Ja, itt meg eladni tudunk. Jó. Hát most egyelőre nem tudom, hogy ezt eladjuk-e. Valuable. Hát nem tudom, mindegy. Jó, ezt jó tudni, hogy itt van. Thank you for your patronage. Nem is vettünk semmit, de nagyon szívesen. Oké. Na, és akkor mehetünk be. Shoti, ammo capacity-ét növelni kéne, azt mondod. Hát, welcome, Ethan. Csak ahhoz 6000 lej kell. Jó. Hát igen, az a kettő az nem valami sok. De mindegy. Majd növeljük, hogyha lesz rá pénzünk. Oké, és na menjünk be akkor a kastélyba. Na, Castle Dimitrescu. Could Rose be here? Jó. Three daughters, Béla. Ritka női név Béla. Oké, tehát Three Daughters, Béla, Cassandra és Daniela. Oké, gondolom amúgy Bella lenne, csak... Na mindegy. Oké, és itt van a napló. Delivery of one male, three females. Meeting with Mistress Dimitrescu. Business discussions. Oké, ez valami naplóféle. Jó. Reméljük, hogy nem sértődik meg, hogy összetörtük. Oké. Hát ez itt valami liftféle. Hát én most így az Elden Ringben azt mondom, hogy ez egy shortcut, de gondolom ez nem az, majd mindjárt megnézzük. Nothing happens, akkor lehet, hogy még most ki van kapcsolva. Jó. Nézzünk be ezen az ajtón. Igen, hát gondolom erre kell jönni.
Oké, ez be van zárva. Úgyhogy akkor erre jövünk. Vagány amúgy ez a kastély, mint mondjak. Oké. Looking for Rose? Ezek Béláék? Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Na, hála az égnek. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Jó nagy. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Budema. Hova? Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? Okay. Hát előbb kéne egy légycsapó gambli, de majd keresünk. Hát nem tudom. Szentelt víz. Jó. Egy pohár. Az vagány. Oké, itt nincs semmi. Oké, sehol semmi. Hát akkor menjünk tovább. Be van zárva.
Maidens of the Harvest. De még nem tudunk loppikálni. Nincs rá eszközünk. Irány a kémény? Ja. Oké. Ott egy gyűrű. Maroon Eye Ring. Titkos ajtó. Oké. Jó. Oké. Ez jó lesz, mert majd tudjunk craftolni healt. Az micsoda? Crystal Fragment. Mondom, az is valami craft alapanyag. Jó, megnézzük ezt az ajtót. Na várjátok, akkor csak elnézzünk még erre. De lehet, hogy itt nem lesz semmi. Ja, de itt, oké, ez ilyen shortcut. Oké. Jó, akkor erre jövünk tovább. Ezek vajon mik? Ide kell valamit betenni. The Angel of Anger looks down in range from on high. Ez egy rejtvény. Angel of Sadness weeps alone in a deep, dark place. The Angel of Pleasure appreciates art best kept behind a guided door. Igen, ezek a rejtvények. És akkor gondolom, valamilyen alkatrészeket, hát... a fejét meg kell keresni, vagy az arcát, és azt kell betenni ide. És akkor ezek a rejtvények meg az, hogy hol van. Hello, para, szia, szia. Ő meg... nem tudom. Jó. Na nézzük tovább. Oh. Oh, we meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresque? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Hát most nem. Oké. Okay. Ó, para. Nagyon szépen köszönöm a 8 hónapot. Így van, para. Ez már a vége. Ez már nagyon nehéz időszak ilyenkor. Köszönöm szépen a támogatást. Ez micsoda? Valami kör alakút be lehet oda tenni. Valamivel azt ki lehet nyitni.
labirintus. Tehát ezt a fickót a 19. század végén valami őrültnek gondolták, és ezért egy távoli faluban telepedett le. Ezután készített 4 labirintust, a kastélyt, a házat a dombon, Waterville, hát ez a vízimalom, és az Iron Tower, tehát az a vastorony. Ezután öngyilkos lett. Mindegyik labirintus egyedi, és valamilyen külön RLC-ra készített ilyen fém labda kell hozzá, hogy működjön a fém golyó. Mindegyik emberi maradványokat tartalmaz, amelyeket azt mondják, hogy ennek a fickónak a 4 felesége volt. A labirintus az ő sírhelyük. Hát jó. Érdekes. Na jó, itt mentünk egyet. És akkor gyerünk tovább. Ez én vagyok, vagy az árus? Vagány. Jó, hát 4 feleség, akkor gondolom ők lettek 4-en, de majd ez kiderül. Most még a sztori nem állt össze, fogalmazzunk úgy. Itt jöttünk be, onnan jöttünk ki, igen, úgyhogy akkor itt jövünk fel. Hát, elég jó kecó. Biztos van, vagy 100 000 forint a bérlete, ha mondta. Oké. Na hát mindegy, nézzünk szét. Ez is egy shortcut. Oké. Ez majd egy shortcut lesz, ez a túloldalról van bezárva. Hát akkor megyünk tovább fölfele. Nagyon jól néz ki egyébként, nagyon aprólékos. Ja. Egy penészes, egyszobás a Petőfi téren 100 000. Na. Igyekszem nem eltévedni, tehát ugye ez nem kívánságműsor, szóval még bármi lehet. De most eljöttünk erre, és akkor megnézzük, hogy mi van itt. Hát erre még nem jövünk. Wine room. Na, végre egy jó hír. Bor. Oké, tehát a bor készítés technikája 15. századra datálódik ebben a kastélyban. Jóval azelőtt időkben, még mielőtt a jelenlegi lakók ide költöztek, Alcina Dimitrescu
Alcina. Ezt nem tudom. A kedvenc vintage ez a Sanguis Virginis. Maiden's Blood. Remek. A special bottle adorned with flowers. Ja, akkor ide egy boros üveget kéne tenni. De gondolom azt meg kell keresni valahol. És fogadjunk, hogy nem itt van. Nem. Jó, hát akkor ide kell egy boros üveg. Nem tudom, hogy a térkép elérhető, hát... Igen, itt ugye lassan nyílik ki a térkép. Na mindegy, ide kell egy boros üveg. Ezt megjegyezhetjük. Ugye erre nem tudtunk jönni. Igen. Erre meg nincs semmi. Oké. Nézzük erre, mi van. Kicsit olyan fura ábrázata van, de... Ott hiányzik a szeme. Berakjuk ezt. Nem. Ez furcsa. Ki lehet venni. Oké. Na, most már be lehet tenni. Tessék. És ki is nyílt. Na, már megint. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Take an alive, dead, which would you prefer? Nem tudom, hogy ez ére bármit is, hogy én most ezt itt lövöldözöm. Nem, ide is kulcs kell. Ajtó. Ja, nem is annyira rejtek. Na jó. Not bad.
De így... Így nem tudom... Nem tudom, hogy mi a jó... Most lövöldözzek? Gondolom. Hát most már nem fogok tudni lövöldözni, mert... Egy vámpír. Really? How's it feel? Igen. Az a baj, hogy... itt ki se tudok menni. Tehát valamit kell csinálni vele. Jó lenne rájönni, hogy mit. You will look wonderful mounted in our hall. Ja, meg is ölöm, úgy. Az a baj. Az a baj, hogy semmi eszköz nincs nálunk. Vagy lehet, hogy van. Ja, egy fokhagyma fűzét kellett volna hozni. De az a baj, hogy itt sincs semmi. Oh. Mégis? Hát, ja, mondjuk lelépni le tudtunk. Ezt nem vettem észre, hogy itt van. Igen, megmenekültünk. Na. ...1958. Ez volt az első napom a kastélyban. Teljesen megdöbbentett, hogy a staff többi része mind nő. Tehát mindenki más nő. Hát igen, akkor még a lányai nem nagyon haraptak. Hát azóta ez változott. Két hete kezdtem el dolgozni a kastélyban, és egy kicsit aggódom. Oh, egy másik ilyen maid. Csak eszembe jut ez, hogy van magyarul. Na mindegy, Adela valami hibát követett el, és Miss Daniela, hát egy késsel arcon verte, vágta. Szobalány, köszönöm, igen. Slash. Hát igen, manapság ezek a pofonok repkednek. Éjszakánként pedig, mint a szellemeket hallanék. Oké, okay, július 8, nem tudom mit tegyek. A hölgyek panaszkodtak, hogy nagyon meleg van vacsora közben, így hát kinyitottam az ablakot, majd ordítottak, hogy csukjam be. De ilyen őrült módon. Attól tartok, hogy megint levisznek. A pincébe. Nem tudom, mit tegyek. Nem az, hogy megint levisznek a pincébe, hanem hogy levisznek a pincébe. Hát akkor gondolom ez a pince. Nagyon annak tűnik.
a lady. Nézelődjünk. Jó, ajtó zárva. Gyerünk tovább. Kis heal. Az jó jön majd. Hát ez micsoda? Ezek valami görögök. Fogadjunk. Vagy rómaiak. Majdnem azt mondtam, hogy románok. Trust in light. Tudom. Kicsit még körülnézünk. De valószínű valamit azzal kell csinálni. Na, és megint kurva sötét van. Oké. Hát ez nem tűnik túl kényelmes ülésnek. De nem egy gamer szék, azért maradjunk annyiba. Igen, ez valami töblőc lesz határozottan. Tiszta vér az egész. Hát mondjuk azt nem csodálom. Jobb. Hát igen, ez valamilyen kínzókamra vagy ilyesmi. Help me, brother. Brother. Menjünk tovább. Na, itt egy papír. Ez nem tudom, hogy mire jó, vagy hogy ez mit jelent, de jegyezzük meg, az a tuti. Amarra nem lehetett még elmenni, mint hogyha ott lett volna valami. Aha, oké. Oké, tehát jelöltek Irina, Michaela, Lois és Ingrid. És van egy csomó, akiket így kitettek, tehát hogy nem jó alany. Akkor lehet, hogy itt valami kísérleteket végeztek. Feltételezem, de majd meglátjuk.
Nyilván pont most kellett leesnie. Oké. Scrap. Ezek a traktor alkatrészek. Metal scrap. Ezek már nagyon vagány traktor alkatrészek. Még nem rozsdás, tehát nem olyan régi. Nagyon sokan vannak. Oké, vonnak 580 lej. Az vagány. Jó. Na, nézzünk szét. Oké, lootolunk egy kicsit. Csőbomba. Oké. Shit. Vagy mit csinált? Még nem biztos, hogy jó ötlet ennyire zajongani, de... Ingrid nyaklánca. Oké. Ingrid nyaklánca. Lehet, hogy ez kell az egyik szoborba? Mekkora kardja van? Ezt nem lehet felvenni. Shit. Pedig abban biztos ügyesebb lennék, mint pisztolyjal. Jó, menjünk tovább. Ja. Románok találták ki a vámpírságot, hogy belendítsék a turizmust. Hát, lehet. Alapvetően én ezt nem tartom olyan nagy problémának. Mármint, hogy kitalálták a vámpírokat. I can't believe Cassandra caused all this mess. Ó, már megint. Shit. Na, tipp linden. Azt a dobozt akarom még kinyitni. Azt utána szaladunk.
You're tonight's main dish. Én vagyok a vacsora. Nem tudom. Futás. Which tools do you prefer? Okay. A healthy man's blood. Where are you going, little one? Your bullets cannot harm. You stupid man thing. I won't forgive you, you bastard. Hát ez szomorú. Mármint... Akkor hideget nem bírja. Ezek szerint. A jányok nem bírják a hideget. Oké. Okay. Ó. Oh. A boros üveg. Sanguis virginis. Oké, ez kell oda abba a bortartóba. Vagy mi az ott a boros szobába. Rozsdás vacak. Recoil kompenzátor. Hát minden kastélyba kell egy ilyen. Egy kompi. Jó. Még mindig nem tudunk piklokkolni. Lehetne ötös a lottón. Mondjuk nekem. Jó, és akkor hogy tudom használni? Jó, bonyolult volt. És egy szobor. Jó, és akkor most a lockpickem el is veszett? Igen. Oké. Tehát akkor okosan kell megválasztani, hogy mit nyitunk ki. Ja. Ó. Oh. Ez az ebédlő, gondolom. Ez meg vagy kinek a széke lehet. Oké. Okay. Jó. Ja, ide is kell egy kulcs majd. Rendben van, és erre tudunk tovább jönni. Oké, és akkor visszajöttünk ide a halba. Nem tudom, hogy kastély terminológiában ez milyen szoba. A bor az fönt volt az első emeleten, a boros szoba. Így van, itt is van. Oké, és akkor ide megpróbáljuk betenni ezt a bort. Elvitte a bort, de kinyílt egy ajtó. Oké, kis lőpor.
egy nagy kulcs. Courtyard key. Ez egy kulcs az udvarra. Foyernak hívják néha. Aha. Courtyard, hát azt gondolom lent van. Melyik lehet az? Ó, már megint? Lehet, hogy ez a courtyard. Nem. Oh, shit. Visszafele miért jönnénk? Hagyjatok békén. Nem. Pont nem. Igen, ez a hálószoba. Ablak. Igen, hát kéne egy ablak. Csak ó, itt van egy ablak. De ezzel nem tudom, hogy most tudok-e mit csinálni. Nem. Meg ablakok itt is vannak, csak ezeket szerintem nem tudom most kinyitni. Erre meg még nem tudok jönni szerintem. De. Ja, de itt. A bajta. Ja, akkor lehet, hogy ez a courtyard key. Igen. Jó. Mondjuk lehet, hogy ide is kijött volna. Bár mondjuk a hidegben miért jött volna ki. Na mindegy. Meglátjuk. Igen, a bogarak nem szeretik a hideget. Ezt ugye tudjuk. Jó, na akkor nézzünk szét ezen a kis udvaron. Ide is kell egy kulcs majd. Ezt nem tudom kinyitni. Ott ment a lady. Ő kereste a bajt. Ide is kulcs kell. Castle map. Ó, nagyon jó. Van térképünk. Ez a fürdőszoba? Hát jó. Hogy ez a fürdőszoba.
Okay. Ez itt nem ajtó egyik se. De akkor mi van itt? Ez zárva van. Ez is zárva van. Csak van ott valami. Women are blind to male advances, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty sown. So that soon the vine may flow. El lehet fordítani őket. Na csak hogy? Szerintem itt ezt kéne megfejteni, hogy ez mit jelent. The poor shall take their chances to give their lord their bounty sown. Ez itt tartja a poharat. Ennél meg van egy üveg bor. Hát én ezt odafordítanám. Oké. Okay. Ezekkel nem tudom, hogy mi legyen. De a medence felé fordítani nem, mármint hogy el lehet csak, tehát két állású, vagy erre néz, vagy erre néz. És ez igazából egyik se a medence, hanem így szélre. Oké. Okay. Hát azt hiszem értem a rejtvényt, de azért volt benne egy pici tipp is. Na mindegy.
menjünk tovább, az a lényeg. Igen, de women are blind to male advances. Tehát az, hogy a nők semmiképpen se nézzenek a férfiak felé. Én arra gondoltam, ezért gondoltam, hogy ők semmiképpen se férfiak felé néznek. Ugye a második része pedig ez, hogy ez a the poor shall take their chances to give their lord their bounty on. Ez pedig abból gondoltam, hogy ezek a szegények, ez pedig a lord. És ugye, hogy a szegények adják a valamiüket a lordnak. Na most az, hogy a lord miért a nő fele néz, ez ilyen tip volt. De ennyi. Az fogalmam sincs, hogy ennek ez miből derül ki, hogy ez a lovas a boros felé néz. Hát most valóban ilyen római szenátornak néznek ki elsőre, de lehetnek ezek ilyen sima parasztok is. Már a jó értelemben, tehát nem úgy értene. Bár az eléggé jó fésültek. Főleg itt ez az alsó. De mindegy, de ilyen római szenátorok azok nem állnak térden, hogy... Na mindegy. Na Rainbow Warrior, mondjuk ebben teljesen igazad van. Márványból kifaragva mindenki jól néz ki. Ez a mai mottónk. Na mindegy, menjünk tovább. A automata létra elképesztő. Eljutottunk ide is, hogy nem csak a háromszög megnyomásával lehet lemászni kurva létrán. Az nagyon... Egy kecske. Na szóval az nagyon tud idegesíteni, hogyha meg kell nyomni valami gombot, hogy lemász egy létrán, és ott bénázni kell. What the hell? Na, mert ezen most kiakadtál, hogy itt bele kell mászni egy kis vérbe, de eddig amúgy minden rendben volt. Tehát semmi különös. Hát, Kambli... Száz lej. Ez elképesztő, mennyi pénzük, pénzesek ezek a románok, arra jöttem rá. Szóval Kambli, szerintem bárki, aki gondolja, csinálhat márvány szobrot, mármint, hogy ilyen szobrászokat lehet, hogy meg lehet keresni vele. Mondjuk ők pénzt kérnek, nyilván az, hogy alanyi jogon készítsenek rólad egy márványszobrot, az valóban achievement, tehát azért. Na de jó. Shit. Az nagy képű lenne, te csináltatnád? Hát... nem tudom. Lehet. De el lehet húzni ezt a szekrényt. De minek? Mikor itt így körbe lehet jönni. Na mindegy.
Ennél csak fémáru volt. Többen vannak. Oké. Tehát, hogy ez a kristály koponya, ez valamit, amit el lehet adni ott az árusnál, tehát be lehet váltani szerintem pénzre. Mint hogy konkrétan el lehet adni. Jó, erős román elejére. De nem tudom, szerintem másra nem jó. Gondolom. Na, olyan jó fele jövök. Csak nem halok meg. Nincs hílem? Az baj. Lehet. Lehet nincs hílem amúgy. Most már van. Oké. Ennyi pénzét te is verekedni vámpirokkal? Hát... Igen. Jó, na, gyerünk. De magány kis lift. Oh. Oh, oké. Na, nézzük még itt szét. Gondolom majd erre kell tovább jönni. Így van. Jó, na. Akkor most elmentjük. Viszont nem csak elmentjük, hanem ma meg is állunk. Azért most, mert nem tudom, hogy mikor lesz a következő mentés. Én meg most már lassan megköszönöm a részvételt magamnak. Úgyhogy ma egy picit rövidebb lesz a stream a szokásosnál, de mondjuk hétköznap van, szóval ez most ilyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Fogjuk folytatni, mert nagyon tetszik. Szerintem nagyon hangulatos, nagyon jó. Valószínű jövő héten, szerintem szerdán, akkor folytatjuk ezt. A heti program az már megvan, ugye holnap és pénteken folytatjuk az Elden Ringet. Ahogy tudunk haladni, azért haladgatunk elég jól, de meglátjuk. Ezen a héten most szombaton nem lesz stream, mert nem leszek gép közelbe, de holnap és pénteken várlak titeket ugyanígy szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Találkozzunk holnap is. Addig is további szép estét, további kellemes hetet. Sziasztok!